Ja. Jag sa hej hej. Telefonnummer. Hårdora. Gerung. Johan. Vad ska jag förvänta nästa start? Hallå. No, hallå. Hallå. Végre. Öregapád vagyok innen Újlakról. Jó napot, öregapám, jó. Láttam ezt a te videódat az interneten. Már az egész falu azon röhög, hogy te szerencsétlen azt várod a kokastól, hogy tojást toljon. Mi? Hogy lehetsz te ennyire hülye? Hát de... Ne hátogjál te! Te agyoniskolázott. Küldtem neked pár dolgot, hogy legalább menjél valamire. És ne a szalmába aludjál. Hát... Mari öreg anyád csak rémiattad. Eridjél a holmikért mi hamarabb. Embered már meg magad. Taknyos kölyök. Hát de nagyapa, ez nem igazából... Ez nem úgy gondoltam. Haló, itt tetszik lenni? Haló, erre meg letette. Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet ez a videózás. Azt a betyár úristenit. Újlak jöjjön apámnak, még mindig olyan hangja van, hogy a hátamon föláll a szőr. Komolyan mondom, Jézus Mária. Szóval ő egy kakas, és nem fog tojást tojni, jó. Jó, de mit mondott? Hogy küldött cuccokat. Menjek le a városba, hogy ne szégyenítsem, hát... Jó, hát én nekem nem ez volt a szándékom a videózással, hát... Azt gondoltam, hogy esetleg segítenek, de el is felejtettem, hogy lehet, hogy olyanok is látják, akik... Mindegy. Jó, menjünk le. Lemegyek a faluba, megnézem, miről beszélt nagyapám. Szigorú ember. Komolyan mondom, szigorú ember még mindig. Jézus Mária. Jaj. Jaj. Ezután csak arról kell videózni, ami nagyon sikerül, úgy látom, mert nem akarom tényleg szégyíteni őket, de hát... Jó, de legalább azt mondja, hogy küldöd valamiket. Ami lehet, hogy jó lehet. Jó, hát ezt viszont ki kell itt ürítenem. Ide billentem, jó. Jó, még jó, hogy lehet billenteni, mert aztán majd ez valami lesz. Azt. Hát igen. Na jó, hogy ezt nem vettem videóra, hát ezt hallották volna a nézők, hogy úgy lettem teremtve. De hát akkor a nézők is... Nőzők is hülyének néztek, hogy... Nézők is hülyének néztek, hogy... Ez egy kakas és nem fog tojni. Én azt hittem hülyéskednek, mert írtak kommentet, hogy majd görbét fog tojni nekem a kakas. De hát... Jó van, mindegy, ez van. Megnézzük, mit hozott, mit küldött nekem. Jó van, ez van. Ó, basszus. Nem tudom visszahívni, mert nincs a pénz a számlámon. Ó, Lengyelországból, meg Újlakra. Milyen pezdi lehet? Szegény öregapám, annyira szégyelte a hülye unokájának a ténykedését, hogy megelégelte. Hát... Meg szegény Mari öreganyám. Ó, Istenem. Még a régi TSZ elnök korszakban gondoltad, na? Hát, szép unokája lett, nem ért semmit a gazdálkodás, de nem tehetek róla, sajnálom. Régen voltam, ugye, tényleg Újlakon leszoktam hozzájuk menni, aztán szokott vinni még a traktorral, egy piros 82-es MTZ-je volt. Emlékszem, még motorokat is szerelt. Még motorokat is szerelt az újlaki TMK-ba. Ja, még volt egy ilyen motorjavító műhelye is. Ó, én meg itt próbálkozok, aztán nem megyek semmire, mi? Aj, Istenem. De talán azért egyszer büszke lesz rám. Nagy gépeim lesznek, meggazdagszok.
Ha, kíváncsi vagyok azért, mit küldött. Vajon mit küldött nekem? Biztos nem rossz lányok.hu-ról valakit. Háj, de annak ezt jobban élném. Jaj, 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 mi a szar? Na, mennyi üzem a jogunkban, mint hogyha akadozna itt valami. Jaj, öregapám. Lassú új laki öregapám, akit éjjel szemeg volt. Megelégelte, hogy az hülye unokája. Nem gondoltam volna, hogy ott is nézik. Hát tök jó. Nézik ezeket a vlogokat. Jó van. Nincs semmi baj. Jó, jó, fogjuk fel, jó le. Igazából biztos küldött, remélem, hogy küldött kaját. Meg mi az, hogy... Azt mondta, hogy... Küld valamit, hogy ne a szalmába éjszakázzak. Hát de egy házat nem lehet elküldeni. Hát csak egy garázsom van, egy pajtám. Házat nem tud elküldeni. Küldött építőanyagot? Vagy mi történt? Hát egy házat nem lehet elküldeni, akkor hogy oldja meg, hogy ne a pajtába aludjak? Ezt én nem értem. Ezt én föl nem foghatom. Ezt én föl nem foghatom, hogy van most. Jó, elmegyünk. Ugye ugyanott van, ahol a bolt. Bolt van, ugye a mezőgazdasági boltnál ott van a posta is. Biztos oda érkeztek a dolgok, oda hozattatta. Elmegyünk oda, aztán megnézzük, hát hogyha van valami ott, akkor köszönöm, hogy megérkezett. Hát mondjuk öregapámat ismerve biztos kapát küldött, meg ásót. Ugye? Hát valami hasznos dolgot, megmondom őszintén, lehet, hogy valami hasznos dolognak jobban örülnék, mint egy rossz lányokról van húról valakit. Hát azért annak örülnék, ugye? Jó, van, na, nézzük. Nézzük, lassan ott vagyunk, vajon mi lesz? Ó, basszus. Na? Ha? Soha, mi ez? Jézus Mária, mi ez? Várjunk csak, álljunk meg. Álljunk meg. Mi a szar? Hát nem mondja komolyan. Én emlékszek erre a kocsira. Ott állt hátul a házunk mögött. Jézus Úristen, hát ez milyen régi lehet? Micsoda, Magyar Kommunista Párt. Jézus! Szociáldemokrata Párt Egyesült Kongresszusa. Basszus. Hát ez nem mai gyerek. Mi ez? Előre, az 5 éves terv. Magyar Kommunista Párt. Több kenyér jobb életért küzd. Munkaverseny. Te Jézus Úristen. Hát! Öregapám, az kitetté magadért, na. Jézus is. Rossz szerszám balesetet okoz, és gátolja a termelést. Az igen. Hát ez... Megoldotta, hogy de a szalmába aludjak. Aj, édes Istenem. Hát egy... Lehet, hogy videót fogok erről csinálni, megköszönöm neki. Ez meg mi? Ez meg mi? Ezt tudom mi... Ezzel szokták így fölizélni a földet. Fölkaparni, hogy akkor attól jó lesz. Szántani, ugye? Szántani? Sunshine. Erre mindig a Sunshine Barbie, mindig erről jut eszembe. Sunshine. Sunshine Barbie. Ez meg mi a szor? Jaj, ne, hát ez is hát ott volt a tikok ezen ugráltak. Hát ez a krumpli ütetője. Ez a saját krumpli ütetője öregapámnak. Jaj, Istenem, komolyan mondom. Jaj, ebbe jött biztos. Ja, meg vannak ízik, ó, de jó. Jó, hát akkor gondolja, ilyen ne veszek. Meg tudom majd ütetni krumplival. Itt van egy csomó krumpli. A földet, hát de ezt... Jézus Istenem, komolyan mondom, hát ez nagyon durva. Hát ez... Ez hihetetlen. Ne, nagyon jó, nagyon jó. Úristen, ezt el tudom én ezt húzni? Várja, ez... mit csinálja? Komolyan mondom, fel kéne pakolni. Na. Ez egy rozsdásabb ez a taléga. Föl kéne pakolni a zsákokat, meg nem tudom, föl tudom emelni az ültetőt, meg új, vár. Új, lehet, lehet, el tudom húzni én ezt a nagy dögöt? Úristen, a zsákokért jöjjek vissza, vagy mi, hogy legyen?
Először is rá kéne fognom. Ajaj. Jó, de Máriám. Hát teljesen kitanulom ezt a traktorot szakmát. Már tolatni is tudok komolyan mondom. Jó van. Várjál. Megnézem, jó? Oké, okay, jó lesz, jó lesz, jó van. Jó van. Na, jó van, oké. Okay. Rá van akasztva. Franko, e tudom húzni? Jézus, mekkora. Remélem, el tudom húzni. Föl kéne szórnom a zsákokat, nem igaz? Na, pakoljuk fel a zsákokat. Ugye krumplit. A krumplit még mielőtt. Még mielőtt. Jajjaj. Megeredne. Ez nem olyan nehéz. Még mielőtt megeredne a... Na, hát bábi csodálsz. Még mielőtt megeredne a hó. De lehet, hogy nem tenne jót ennek. Egyébként néha zsák lukas, úgy látom. Folyik belőle, de jó van. Ez. Majd kiöntöm egy helyre. Ahogy nem szarozunk, gyerünk. Tényleg nehogy megeredjen a hó, mert ezeknek a zsákoknak lehet nem tesz jót. Krumplis zsákoknak. Úgyhogy visszajövünk majd a... Izéért, a szántóért. Szántóért meg a másikért. Ó, jó van. Azt a betyár. A fő se fér. E kör volt rendeznem. Nem számít, siessünk, mert tényleg nem akarom, hogy... Jajjaj, nem akarom, hogy... Ez a nagyon jó, nagyon jó. De ezt nem fog felférni, azt látom már most. Jó van, viccünk egyet el. Úgyis vissza kell jönni. Aztán talán akkor még felfér, jó van. Jó van, burogattuk be a pótkocsiba is. Vagyis a platóra. Nem baj, egy helyre leöntjük. Oh, le akartam spanizni. Hogy? Használ-e neki? Lehet, hogy nem. Jó van, talán használ. Hú! Na, vigyük haza! Jaj! Oszó, kinyitjuk majd! Gyerünk! Hát tudom, hát tudja húzni? De nek van súlya azért, na! Édes Istenem, hát azt meglátják itt, megőrülnek. Megőrülnek az emberek. Hát meggyűjtek, visszagyűjtek az oroszok, azt hiszik, azt a... Azt a rohadt életbe. Nem igen akar menni. Hogy fogom ezt fölbosszolni? Mennyi gyorsan, mert nem tudok megállni. Nincs fékem. Jó van. Oké, okay, egyébként beleöntözhettem volna. Ja, majd fölmerem izébe, vödörbe. Fölmerem vödörbe, mert ment a platóra. Néhány zsák lyukas volt. Jó van. Kéri az energiát. Hát ezt meglátják az itteniek. Hát még mindig sokkot kaptam, nem tudom. Nem tudom, ez, komolyan mondom, sokkot kaptam. Hát ez hihetetlen, hogy mi történik itt. Jó fele megyek én? Hú. Annyira sokkot kaptam, hogy le se fordultam. Jó helyen, de jó van, jó fele megyek. Aj, Istenem. Hú, szedjük össze magunkat. Öreg apám azért tényleg kitett. Berakadtam volna a zsákokat belsejébe, ugye? Nem akarom összekoszolni, biztos nagyon modern belseje lehet. Hát nem, nem hiszem, hogy modern. Én szoktam én ezzel játszani, ott állt hátul a házunk mögött a bálák között. Ez, öreg apám lemosta, elküldte ide. Hát ez nem volt neki olcsó, biztos szegénynek. Lehet-e kellett adni néhány disznót. Jó van. Ebbe tudok lakni akkor. Nem, tényleg nem a izébe kell laknom. Nem a szalmás. Szalmák között. Próbálok szedni egy kis lendületet, mert föl kéne venni ezen a dombon. Bassza mekkora! Remélem nem akarok el sehol vele, meg föl tudjuk húzni. Én azért is nyomom neki. Gyerünk! Gyerünk! Jó lesz ez. Jó lesz ez. Ennyi, 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 ennyi. Jó, havas. Lehet, hogy kell volna sót hoznom, aztán felszórni, fölhinteni itt. Területet. Az mennyi? Na. Most kéri az energit. Otthon kinyitjuk, aztán szépen belakjuk. Lehet, hogy a szerszámokat beviszem. Ojaj, ojaj.
Gyerünk, menjél! Annyi. Jajjaj. Hát talán ez a legnagyobb domb. Ha majd itt felhúzom, akkor jó lesz. Okay. Hát még lesz egy nagy domb, igen. Most, hogy jut eszembe. Ez még egy nagy domb, de jó, már az utat teljesen jól tudom. Majd hogyha, hú, egyébként azt is tudnám csinálni ezzel, hogyha eladnám a földet, ebbe tudnék lakni. Ja, mondjuk azt elég csöves dolog lenne, hogyha a városközpontban ott laknék egy ilyenbe. De viszont ez nem, esetleg eladnám a földet, vehetnék máshol, és akkor át tudnám oda húzni, és lenne lakásom. Az úgy nem lenne rossz. Hát, na, fölmegy. Ez a betyár nem nagyon akarja. Jó, hát talán. Éha. 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 Azt az úristen itt. Jó, hát ez ki van szába, úgy látom. Amíg szerencsé, hogy nagyobbat nem küldött öregapám. Öregapám! Egyik öregapámtól örököltem egy kis területet, itt Lengyelben, a másik öregapám meg küldetett nekem néhány dolgot. Na, itt aztán óvatosan meg ne lökjön szépen motorfékkel, úgy-úgy. Úgy-úgy. Basszus! Ú, basszus, rendesen félek! Te várjál! Nehogy beledüljek valahova. Oké. Okay. Belakjuk? Visszajövünk a szántóért, meg a krumpli ütetőért. A szántóvasért, vagy mi ez? Nem tudom, mi a neve. Szántóvas. Szántó. Ja, sunshine. Mindig arról jutott eszembe. Hajaj, hajaj, óvatosan. Óvatosan. Nem szabad le? Hű. Ez a hír, ez lehet, hogy nagyobb gépekhez. Nem, mint hogyha olyan probléma lenne, hogy nagyobb géppel kellene itt közlekednem. Hajaj, a sár. Isten. Na. Na, hál' Isten. Nézzük meg, mi van. Ezt a betyár. Ah! Megint itt van a kakuk. Jó. Próbálkozzunk. Dobhatnék egy zsákot. Bezzeg, ez a sár, az nincs megfagyva, most meg fölengedett. Nem ám az, hogy izé. Nem ám az, hogy legalább megfagyod volna, bár akkor megcsúszta, mi? Ez a latyakos idő, ezt utálom legjobban. Akkor vagy essen a hó, vagy pedig ne essen semmi se, nem? Vagy legyen jó idő, de nem az, az ebben a hatalmas latyakba kell lenni. Félig felolvadva, félig nem felolvadva. Ezt a városban is, Pesten is utáltam. Na, rendületet vettünk egy picit, megyünk. Jaj. Hát ez nagyon határeset. Jó határeset. Jó, a krumplit berakom valahova majd. Tető alá. Bevered bödrökbe, amelyik kifót. Vagy pedig beverhetném ugye az izébe, akkor beverem a krumpli ütetőbe is kapásból. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Akkor krumplit tudnék ültetni tavasszal. Tavasszal kell ültetni a krumplit? Vagy mikor kell ültetni a krumplit? Nem értek a vérehez. Na, a kokosokban meg mi legyen? Mert öregapám megbolondul, és ha meglátja, hogy még mindig megvan, mit csináljak a kokossal? Béci kakassal mi legyen? Béci kakas. Kérdeztem a vlogomban, hogy mi legyen a neve, aztán az egyik néző írta, hogy legyen a kokas neve Béci. Béci a semmire kellő. Ez nagyon vicces. Jó. Jó, mindjárt hazaérünk, jaj de jó. Hova állítsam a szekeremet? Valahol majd előre kéne. Jó, úgy le kell nyírni a füvet, mert tökig érő fű van, szegény öregapám, azért is szégyenkedik biztos. Hát belegondolok, az ő portájában sose volt fű. Mondjuk azért nem volt fű, mert a tikok kirúgták mindig. Na, jó nagy ibben ráfordulom, ha. Szomszédnak letiporjuk a nem tudom mi ez. Őha. Jó nagy ívbe. Úgy. Paszta be. Jaj ne. Jaj. Paszt. Mi ez mekkora?
Itt is lucsog van. Jó. Jó van, pont befért, jó van. Meg kéne pördülnöm, fordulom. Aztán akkor ide beállnék, a tikli... A kokosom mellé. Így megfördülünk. Ha megnézzük. Jó van, jó lesz. Hey, a magyar gyerek! Itten táborozik az erdőszélbe. Te várjál, suncod. Hát itt aztán van munka. Dolgoznom is kéne. Nem csak itten lébecóri. Vigyázz, kokas! Mondjuk átmegyek a nyakadon, akkor se veszítek semmit. Jaj, felerüljünk. Hát a fülepon. Ide akarom húzni. Ide valahova. Ugye. Ugye megnézem. Futás, futás. Úgy, úgy. Valahogy így gondoltam, kicsit visszatolatva. Ha! Ide a fal alá, Akkor már legyen itt a falat, hogyha annyira nem sikerült. Itt lesz a falat, itt fogunk lakni. Ide befordítsuk. Sarkosan. Nem. Nem tetszik. Nem tetszik. Ölte Máriám. Ölte Máriám, bajok vannak. Nem tudjuk húzni tovább. Hát akkor... Nem tetszik. Valahova el akarom helyezni, ahol jó... Jó helyem lenne. Jó helyem lenne a lakomnak. Jaj, a vödör! A vödör! Rámentem a vödörre, te édes Istenem! Gyere ki, vödör! Úgy, jó van. Jó van, fordulok még egyet. Jó nagy ívbe. Kihajtom itt a gázolajat, meg még föl kell hoznunk a szántót is, meg a krumpli ütetőt. Megpróbálok még nagyobb ívbe. Tulatni nem is merek, mert én aztán azt nem nagyon tudok. Így, jó. Vigyázz, kokas! Átmegyek a nyakadon, aztán lesz belőled pörkölt. Vigyázz, kokas. Arra jó, kimegyek, amelyre tudok. Úgy. Úgy. Na jó lesz, most érzem, hogy jó lesz. Ez az. Ide akartam valahova. Na. Nézzük meg. Így velem. Állítsuk meg. Lefogom, leakasztok. Jó van. Oké. Félreállok. Aztán meglesem. Körülnézzük a belsejébe is. Jaj, jó lucky MGTS. Ide meg le kellene dobni akkor a izét is. El kell egy kicsit pakolnom. Na, várjál csak. El is fáradtam, komolyan mondom, mindig egy sört. Na. Jó. Lehúzom a lábamat, nem ganyíson. Jó van. Hát, nem csak egy olyan nagyon luxus. Ide kéne vágnom fát. Vágok fát, azt lehet, hogy be is gyújtok, mert azért nincsen meg. Jó, itt van, ne erről beszéltem. Amikor 1956-ban öregapám ugye a TMK műhelyben volt, ott készült róla ez a kép, még ez a izéből hozták, Bécsből hozták ezt a Mercedes-es overallt neki. Ja, TMK műhely 1956. Akkor Jáva Bobettát úgy látom, akkor szerelte. Hát nem semmi, jó van. Alsó újlak MGTS tulajdona. De most már nem, most már a Sanyinak a tulajdona, ez a dolog. Jó van. Jó van, akkor ezek után itt lakok, vágnom kellene fát. Vágok egy-két fát, böckőt aztán begyújtok. Na, keressünk valamit, levágok valamit. Nem marad valami, azt vágnék egy-két tuskót. Már csak azért, hogy... Mi ezt volt? Végre nem kell aludnom itt benne. Jó van akkor. Nincsen semmi. Nem maradt. Nem maradt. Egy dekár. Akkor majd ki kell vágnom valamit. Aztán akkor szépen begyújtunk.
Jó, de hát ez van. Ez van. Na mi van? Mi van, Béci kakas? Mindjárt odádrugok egyet. Hát. Igaz, nem a rossz lányok pont furóra rendelve valami, de azért el leszek itt. Igaz, ahogy sincsen, de itt kuporgok majd. Itt kuporgok, ez szerintem én. Jó van. Na, le kéne szórni a izét, valamit dolgozzunk is. Le kéne szórni, egy kicsit odébb kéne pakolni itt a dolgokat, mert itt aztán van bár minden. Te édes Istenem, na lapát. Lapátot, lapátot, lapátot. Lapátot a fovot ledobjuk rólad. Kicsit rendet kéne rakni, meg lehet, hogy azt kellett csinálni, hogy akkor behordani a szerszámokat, ne? Erre meg beleesett meg ide. Jó, egy picit rendet rakok én itt, mert itt nem szeretem ezt a rendetlenséget. Most egyelőre üzemanyag. Üzemanyag. Van valamit rendetlenség. Ide kéne csinálom helyet. A magnak, ugye? Jó, van ezt a... Mert rohadt havat ezt kiöntöm innen. Macskas hó. Mindenhol ez a mocskos hó. Oké, ide ledobom szerintem a izét. Le kéne öntenem, le kéne döntenem. Oda bejárunk, aztán leöntjük. Megpróbáljuk leönteni ide. Nem kell, hogy itt hurcolom. Spadifer. Ja, egy kicsit lukas volt a zsák, aztán befolt mellé, nem mindegy, nem baj. Ez az. Ej te, nem van becsipi a izé, hidrolika. Na. Erről, ja, lukas volt a zsák, erre meg kifolt belőle. Na, mindegy. Hoppa. Likas volt a zsák, kifolt belül, a magot majd fökel hordanom. Az a lényeg, tető alatt legyen szerintem, mert nem nagyon örülnek ki szerintem a dolog, ha megázda. Hát igen, ide kifolt egy kicsit. Na jó van, pakoljuk szépen. Szépen pakoljuk-e. Öregapám, most ide küldte, drága pénzért megvette, vagy a TS-ből lopta, nem tudom, de akkor is. Az legyen már, hogy izé van, én meg itteni. Össze-vissza szórok mindent, nem? Lesz a helyen magnak. Aztán ráérünk kagyit. Most hova sietek? Mikor lesz még tavasz? Füvet kell írnom igazából, meg fát vágnom, annyi dolgom van. Aztán jó van. Majd belemerem a izébe, belemerem az ütetőbe. Krumpli ütetőbe, aztán akkor meg vagyunk oldva. Itt jó helye lesz ennek, na. Nem össze-vissza dobálni. Még jó, hogy nem látta öregapám, hogy úgy billentettem le a izét, a magot. Jó, sokat küldött. Szerintem lehet, hogy még többször is elég lenne. Kéne vennem egy betonkeverőt. Az elvileg, emlékszek, öregapám úgy szokta, bele szokta rakni a magot, meg még valamit. Aztán csévézni, vagy csávázni, vagy mit szokott, és akkor abból szokott lenni betőmag. Rendes terményből. Jó van, oké. Okay. Na, ezt meg majd akkor bele. Merem. Ó, de mennyi minden van itt, édes Istenem. Na. Jó van, vissza kell mennünk a faluba, el kell hoznunk még a dolgokat. Ó, van még ott mag is, ugye? Na, mindegy, gyerünk. Csapjuk neki. Na, és a újlak MGT-hez ide költözött egy kicsi formába. Jó, megyünk gyorsan ezerre. Addig mesélek valamit. Ha, elkezdem. A vlogolást, na várjál. Na. Kezdjünk vlogolni. Felvétel. Csá, Csobi, csőtészta, csokoládé és traktorkerék, szevasztok, Sanyi jelentkezik a következő videóval. Képzeljétek, újlaki öreg apám küldött nekem különböző portékákat újlakról, hogy könnyebben boldoguljak. Egyébként nagyon örül neki, hogy nagyon jól haladok, mondta, hogy nagyon örül. Büszke nagyon rám, hogy milyen ügyes vagyok. Annyi probléma van esetleg, mondta, hogy hím nemű a
baromfi, amit vettem véletlenül. De nem nagy probléma, csak annyi, hogy nem fog tojni tojást. És igazából akkor majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy miket kaptam. Egyébként kaptam egy lakóautót, hogy ne ott kelljen aludnom ugye a szalmába. Meg, na várjál, meg kaptam krupli ültetőgépet, meg egy olyan vasat, amelyik ilyen szántóvasat, amivel föl lehet szántani a földet, és akkor tudok majd krumplit ültetni. És akkor egy az, hogy nem döglök éhen. Hát igen, ez van, jó van, hát mondjuk ki őszintén, hát nem döglök éhen legalább. Meg még ráadásul az lesz, hogy el is eladásra tudnám azt, akkor talán meggazdagodnék. Igen. De nagyon meglepett egyébként, mert fölhívott, aztán mondta, hogy küld nekem valamit, hogy ne a szalmába külön aludnom, hát erre meg nem gondoltam volna, mondom, házat hát hogyan tud küldeni, de nem házat küldött, hanem küldött egy lakóautót. Igaz, hogy régi, avétos, még alsó új lakról való, amikor T.S. emlékszem egyébként, amikor T.S. elnök volt, ugye akkor dolgozott. Új. Nagyon-nagyon sok ilyen, hogy nevezik, most már projektnek neveznék, dolog fűződik a nevéhez. Először például az 5 éves terved vitte Alsóújlakon, ugye? Akkor ismerkedett meg Marival, a öreganyámba. Később megpróbálkozott egy olyannal, amikor rendszer, igaz, már rendszerváltás után ki volt öregedve kicsit, megpróbálkozott egy ilyen 1 milliárd eurós dologgal, hogy annyit össze akart szedni, 1 milliárd eurós kihívás, ő magának annyit, ez ennek mondta, hogy föl akarta fejleszteni annyira a TSC-t, hogy hát akkor már nem TSC volt, hanem akkor már egy ilyen gazdaság volt, ugye akkor már nem állami gazdaság volt, ott már nem is TSC elnök rangban volt, hanem inkább ilyen vezérigazgató. Aztán próbálkozott 1 milliárd eurót összehozni, de aztán nem sikerült neki, már leváltották a végén. Ja, úgyhogy Alsóújlakon eléggé híres, hogy különböző projektek fűződnek a nevéhez. Ja, de hát jó munkás ember volt mindig, nagyon sokat dolgozott. Traktorozott, meg még kombájnozott is, mindent csinált. Ifázott, motort szerelt. Egyébként nagyon érdekes, mert egy ilyen nagyon régi motorszerelős képe kim van a... Kim van, nem tudom szándékosan-e, lehet, hogy így akart inspirálni, de kim van abban a lakóautóban, majd meg fogom mutatni. Igen, most egyébként ide érünk, itt egy ilyen konténerbe küldte a dolgokat, de már kipakolták közbe. Ja, meg küldött tizét krumplit, ugye, hogy amit el tudok majd ültetni, úgyhogy... Hát, sajnos magam lábán még annyira nem tudok megállni, úgyhogy szükségeltetett az, hogy... Na, gyorsan szórjuk fel. Az a baj, hogy... Kicsit likasak ezek a zsalkok. Én gyorsan kell dobni, mert... Különben kifolyik. Kifolyik a tartalma, de... Nem tudom, én a zsák dobásban nem vagyok egy olyan jó, úgy látom. Úgy kellene... Hát meg nehéz tartani a kamerát, úgyhogy most egy kicsit kikapcsolom, aztán akkor majd folytassuk, itt elvágom a videót, na. Elég volt ennyit videózni. Komolyan mondom, ez a videózás az olyan nem is egyszerű, főleg, hogyha ténykedik az ember közben. Kéne egy fejkamera, vagy nem tudom mivel kellene, ez a telefonon nem tudok én videózni. Meg aztán mit kell nekik mindent látni mindig, hát. Nem. Na, ide az elejében gondoltam, hogy ide meg föl kéne dobnom valamelyiket, hát. Szerintem a tököm leszáll, hogyha ezt megpróbálom felemelni. Hát ez a kisebbik talán, ide jó közel állok, aztán talán fel tudom emelni. Hát leszáll a csendesei mindjárt, azt hiszem. Az elejében. Azt a kapaszkodjunk bele a gatyánkba. Na, itt talán ezt megfogom, itt ezt a vasat. Azt a próbtélpát, ezt nem tudom megemelni. Jó, hogy nem videóban próbálkoztam, mi? Na, még egyszer próbáljuk meg, mert ez... Magától nem fog elvenni innen. Ezt a rohadt... Jaj, leszáll a csendeség! Ah, rohadt életben. Ezt a rohadt életben, hogy... Miért kövasbú ezek? Ah, jó, és parizzuk le gyorsan, mert... Bazz, mi a szar? Ez nem, ez nem.
Nem fehér embernek való munka, Jézus Uram Isten. Na. Ezt megfölcsatlakoztatom. Elvileg ide hátra föl erre valahogy bigyeszteni. Jól hatolatok. Jól hatolatok. Na. Rákozgatok mindent. Ennyi. És akkor már csak a hidraulikával kell ugye felverre vagy hogy van. Az, ez a karra volt, jó van. Oké. Okay. Megnézem, hogy arra rajt. Jó van. A krumpli ütető. Ez a régi. Ez még a családi egyébként. Még úgy szerezte öregapámat ilyesből. Hagyjátok, mire gondolok. Ja, nem videózok most. Mindig elfelejtem, amikor videózok, meg mikor nem. Na, gyerünk. Vigyük haza. Hozom ágyunkat, a jussunkat. Na, hát ez... Ez be csúlya világ lett volna. Azt rekel. Hát jó, jó, de... Hát... Kéne találom egy rövidebb utat. Nincs telekeknek valami út? Gyerek veszélyes móka. Na, gyerünk. Húzókodjunk! Visszük a krumplit, meg az ültetőt. Meg a... Várjál, mi ez? Eke! Eke! Az volt, eke! Jaj, most már emlékszek, eke volt. Eke! Ez az ültető, krumpli ültető, az meg az eke. Ez meg a krumpli, ez meg a tattor. Tisztára tudok én minden, nem olyan bonyolult ez. Eke! Ja, nem szántó. Szántasz vele! Szántani kell vele. De maga a cucc az az eke, ugye? Valami ilyesmire emlékszünk. Jó, nem látok sokat. Ez eke. Jó van, türükezzünk, hát hiszen megy ez. Jó van. A burgonya. A burgonya. Ez egy olyan csoda dolog. A burgonya. A burgonya. Ez egy olyan csoda dolog. Jó, hogy tartalja van ennek a krumpli ütetőnek. Krumpli ütető. Ja, itt lehet állítani. Itt lehet állítani, hogy milyen mélyre menjen a krumpli. Jó van. A krumpli. De mivel fogom kiszedni a krumplit? Kapával lehet azt, nem? Meg jön ilyen krumpli pörgető. Jó van. Majd megoldjuk majd. Valahogy. Kokas se nem tudom mit csinálja. Kekére adnom a kokas. Kicsit lesaványkodott szerintem, mert nagyon kaját azt nem kap. Ilyen hülyét mindén. Sanyi a városi legény. Az a visszük. Egyébként kéri az energit az a gép, amikor meg van ragva. Krumplival, krumplival, krumpli, krumplival. Na hát még szerencse volt öreg a fáv egyébként, nem tudom mi a francot csináltam volna egyedül. Épp az idő, kicsit felhős. De szép. Ja, majd még csinálok videót. Szerintem. De ugye, összevágom majd később, jó lesz az nekik. Jó lesz az nekik. Ja, tököm lesz, lebillentem ezt az egészet, úgyse lássák. Videóban nem rakunk bele hülyeségeket, lebillentem egybe. Aztán akkor nem kell leraktam ezt a nagy vasat. Eke vasat. Eke vasat! Jó van. Fő is kéne szállt. Nem is kell izélem szerintem. Beszállta rám a izét, nem? Azt a kukorica, ami rajta van, azt mondták ugye még az egyik videóval írták, hogy el van rohadva. Azt beszállta rám, azt akkor olyan, mint neki van drágya az, az kész. Azt kellene csinálnom. Hát rám is egyébként alsó villakon úgy látszik csak a kosz ragadt. Oké, jó lenne lemostom ezt a szart. Hát, megmondom őszintén. Ez a hely, ahol lakok, inkább ilyen putrira kezd hasonlítani, nem izére. Nem tele gazdaságra. Főleg a cirkuszos kocsira. De hát azt hogy fogom bemutatni én a izébe?
Hogy fogom bemutatni videóba, égek majd, mint a Reichstag. Ha! Édes Istenem! Jó van, majd megoldjuk. Megoldjuk. Na, az a lényeg, hogy zsákokat epakolom, ezeket az eszközeket tarakom, azt utána majd videózok egy picit még. Csak legyen rend, mert meg ne lássák, hogy én itt izé, mit tudom, lebillentem a Zakéta platóru, meg ilyenek. Itt is jól lenne lekoszárni ezt az utat, de legalább ma hol van, de ma. Ma most még szerencsém van, jó idő van, az a szerencsém. Egész jobb belejöttem már itt a dolgokba. Ez a porta! Hogy néz ki? Na várjak meg itt izé. Azt mindjárt ide döntöm. Egy helyre akkor. Na. Vigyázz kokas, ide kölyám gyűlöd. Rohadt életbe. Ó, várj, a spadika te kell engednem. Na. Na már, spadife. Ez az. Ez. Istenem, ilyen kopott robok. Amíg bírja felemelni. Én nekem meg nem csoda, hogy ott leszállt a tököm. Hárítsuk meg. Édes, édes Istenem. Na, gyere. Hey, nem áll meg ez egy tik a rohadt életbe, tojást úgysem fogsz tojni. Most se vegyem meg, na. Rakjuk sorba, mert a videóba baj kiröhögnek. Vissza volt minden. Fedett helyen legyen, az a lényeg. Nem áll, ez is tönkre vagy rohadt vagy valami. Na van, azt meg belapátolom szerintem a izébe. Még egy. Belapátolom akkor már a krumpli ütetőbe. A lapát hol tettem? Ja, itt a lapát, jó van. Hát, jó, egy kicsit össze-vissza van szórva, nem számít. De legalább van. Eladok mindent, azt elízom az arrat. Vasba eladok mindent. Babettát ki sem próbáltam. Ki kéne próbálnom. Menni vele egy kört. Na, megyünk egy kört majd a babsziba. Öreg apám ilyen izajét. Megyünk egy kört, majd felrakom rá a kamerát a végén azzal. Még a videót, amit felveszek. Ja, meg de nehéz, hogy azt a becsáról volt hegyem. Kokas. Ide teszem a kokas mellé, jó lesz itt. Na. Jó van, akkor azt kérdezem, ha? Ide fordulok, lapátta beledobom. Ide koszos minden. Lapátta beledobjuk, le kire engedem. Na, melyik kar az? Ez lesz? Az jó. Na nézzük. Hol a lapátom? Hol a lapátom? Ennyi dolgozni. Appa, fölöttem a biciklit is, jó. Ennyi dolgozni. Büdös életben nem dolgoztam, kovaja voltam. Na jó. Nem jó. Jaj, le kifolt a földre. Én hülye. Na. Bedobtam a lapátot, lehet ez a baj, várjam. Jó. Hát, én valamit nem tudok lapátolni. Főleg nem fülik hozzá a fogam, lehet az a baj, mi? Ezért nem szóval. Sőt, ezt lehet, hogy azt kéne, hogy egy helyre lapátolom ezt a sok mocskost. Egy helyre lapátolom ezt a sok mocskost. Nem olyan túl sok.
Ennyi volt az, ami kifogott a zsákból, ugye? Jó helyen van itt. Jó helyen van itt. Sikerült is. Oké. Ide járok. Aztán szépen beledobálom a krumplit. Ez az. Ezt még a tetejére. Jó van. Jó van, megvan a krumpli. Oké. Viszont ezt lehet, ezt is fedett helyre kéne raknom, mert lehet, hogy a krumplinak nem tesz jót. Hát a biciklit az hova te, ide távasztom, itt még van, de az eresz alá megy, a bicikli, el kéne adnom most már ezt a sok kacatot. Komolyan mondom, már megőrülök. Na meg jó, hogy a szerencsétlenkedést azt nem videóba, a videóba rögzítem. Megmutatom nekik a izét, a helyet, ahol lakok. A csúlyabb helyeket, ez jó van, az jó helyen van. Csúlyabb helyeket eldugjuk, ezt a kardát átrakom oda. A vetőgépet berakom tető alá, nehogy az legyen, hogy vagy az ütetőgépet. Nehogy baja legyen. Van ilyen. Na. Megoldódott a keleti kérdés. Jó van. Oké, ez is félreállok. Ezt megmutatom, hogy milyen frankó dolgok vannak. Még mindig van itt egy kis krumpli. Mindjárt kijön tövér ezt ide. Na, föl merem mondani, és nincs itt semmi baj. Vagy oda kéne adnom a kokasnak. De minek? Úgyse tojik tojást, ugye? Na, gyerünk. Vlogoljunk egyet, mutassuk be a környéket. Kidalok. A babettát elő kéne szednem. Aztán megmutatom nekik, hadd örüljenek. Ez úgy jó. Öreg apám ilyet szeret pont. Na várjunk, ezt a babettát előveszem. Nem is olyan könnyű ez a babetta. Hogy rohagy meg. Ez meg a másik öregapám babettáját. Mindenben öregapámnak egyébként ez ilyen volt. Meg be volt bolondulva a különböző babettákért, meg ilyenekért. Ne, ezt a vödröt is elviszom. Ezt is ide öntsük. Ennyi. Vödörbe bele kéne vernem a izét. Ja, belemerem vödörbe, mert biztos megszólnak, komolyan mondom. Már úgy utálom, már most állok neki videózni, vlogolni, de már megszólnak, meg belekutnyeleskednek, hogy merész, hogy kell csinálni ezt, meg azt. Volt még egy vödröm, de humban. Itt van-e? Kiöntjük a havat. Fölmerem a maradék. Bemerem a maradék vetőanyagot. Okay. Jó. Majd beleöntjük az ütetőbe. Hogy? Jó. Ez meg itt ficereg. A ficeregé. Ide tesszük. Ja! Odahúztam, hát a tököm leszúszál mindig ezekkel a munkákkal. Jaj, mi van itt nagy putri, komolyan garételep az egész. Nem tudom, hogy mit... Na, kezdjük-e vlogolni? Várjál, hol van a kamerám? Na, jó. Oké, na. 1, 2, 3. Na, itt vagyok újra. Elvágtuk ugye a videót, aztán most már hazaértem, hazahoztam a cuccokat, megmutatom, hogy mit kaptam öregapámtól. Kaptam egy ilyen, ezt a lakóautót, ugye? Itt látható, amiről beszéltem, hogy a TMK-ba dolgozott. Meg akkor most itt vannak a dolgok.
itt van a kakas, béci kakas, akkor le kéne mostan majd, ez csak nem tudom mivel, hóva talán a izét. Itt van a vetőmagok, krumpli ugye, krumpli van benne, krumpli ütető már fel van készítve, azt a területet majd megszántsuk, aztán akkor lesz a nagyon jó, elütetjük a krumplit. Na, de viszont elővettem a babettát, mert úgy gondoltam, hogy az miért ne. Elvileg ez indul tolásra is, de nagyon ellen. Úgyhogy megpróbáljuk be kurblizni. Na. Gyerünk, jó. Igen. Ez az. Télen nem a legjobb babettázni, de gondoltam, megmutatom nektek, hogy milyen babettázni. Egyébként itt van a szomszédnak a földje. Véletlenül múltkor ide tévedtem. Jó lenne, ha az a föld is az enyém lenne, de sajnos nem. Igen. Ilyen a babettába. Aztán nagyon zavarba vagyok, nem nagyon tudok mit mondani, úgyhogy lehet, hogy el fogok búcsúzni. Igen. Ilyen szépen jár egyébként. Jó működik. Még nem próbáltam ezen kívül. De igen. Hát itt még egy kicsit takarítgatni kell, majd csinálom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek. És egy lájkot esetleg, hogyha kéne, még dobjatok, meg írjatok kommentet, az nagyon sokat segítene. Sziasztok!